ismét ömlik az eső. Most már tényleg nagyon-nagyon sok volt. Amennyire száraz volt a szeptember, annyira esős így az október vége, november eleje. Ma is csak 20 mm esett, az utóbbi két hét alatt 130 mm esett, tehát 130 liter per négyzetméter. És látszik, hogy most is zuhog, esernyővel állok, de itt ahol fű van, lekaszált rét, sok esedékkel meg sem mozdul a talaj, ugye beszívja sok szerves anyag és a fű, a vizet. És itt, ahol ugye munkafelület volt, és eltávolítottuk a gyepet, itt ugye bevezetődött a víz, föl lett itt ásva, és nincs növényzet, egyből folyik a víz, mossa le a sarat, mossa le a szerves anyagot. Tehát így működik egyébként mindenhol. Az erózió, hogy ahol nincs beültetve, nincs mulcsozva, ott szalad le a víz és viszi le a termőréteget, pusztítja a talajt, tehát ezért is be kell ültetni minden centit. Így működik egyébként a rézsüknél is. Mindjárt megmutatom, hogy ebben a nagy esőben, hogy az én rézsüm hogy működik, hogy teljesít. Hát is fordulok. Egy gyakori kérdés, hogy mit lehet a rézsűvel kezdeni, mert nagy esőben lemossa a mulcsot és a növényeket. Hát ez nekem nagyon-nagyon merevek rézsű, ugye itt az új sziklakerti rész. De be lehet nagyon sűrűn ültetve, ugye ez egy friss telepítés, be van mulcsozva, és hát nincs hömpölygés, nincs sárfolyam. Sűrű ültetésnek köszönhetően a vastag mulcsnak szépen nyeli el a vizet a talaj, pedig már nagyon nehezen megy neki, tényleg rengeteg volt, de látszik, hogy semmiféle vízfolyás nincs. Ahol nincs beültetve, nincs bemulcsozva, ott viszont ömlik lefelé a víz. Megmutatom még lentebbről is. Innen talán jobban látszik, hogy mennyire meredek is ez a rész. Ugye itt megy fölfelé a lépcső, és egyáltalán semmiféle sárfolyam nincsen. És a mulcs sem mosódik le, csak még egyszer, ugye a sűrűültetés, vastag mulcs, és akkor nem tud lemosódni a nagy esőzésben sem.